Üdvözlök mindenkit, Martin Mők, és ez lesz a legújabb NASCAR-os videó. Még annyit el szeretnék mondani verseny előtt, hogy sajnálom, hogy nem tudtam felrakni a THC maratont és a rajongói partit. Sajnos az MSI hát jól kicseszett velem, és eltüntett a hangsávokat a videó alól, szóval egyszerűen nem volt hangja a videónak, szóval még nem raktam föl. Majd a THC klántokoknál és a rajongói partit Gregorinál megtaláljátok. Na mindegy, kezdjünk is bele a versenybe. Igen, szokásos. Az előző videóban feltettem egy kérdést, hogy a Darlingtoni versenypálya este vagy éjszaka vagy nappal legyen, és a szavazatok többsége az éjszakára jött, szóval éjszaka fogunk versenyezni. 36 kör az bőven elég lesz időn is a verseny. Na kezdjük is a versenyt, itt a Chevy Impalám. Úristen, tőta van mellettem, Jézusom. Na. Remélem ez is egy élvezetes kis verseny lesz. Új, jó sok baleset lesz. De szépen vettem ezt a kanyart. Hú. Egy kört nem tudtunk normálisan végigmenni. Hú, de szar ez a pálya. Mi van, hol vannak a balesetek? Na majd én csinálok. Ezt így kellene megoldani. Hoppá, hoppá, hoppá. Na, 26. vagyok végre. Milyen messze van az első helyzet. Basszus. 30 to go, 3-0.
That's a full second you made up on the driver in front. Way to go, buddy. Nem érzem ezt a pályát. A sevés kolléga, nem bántjuk. Basszus. Hát ez szép volt. Azt a rohadt teget. Baszek. Red flag, basszus. Az nem rohadtul nem jött jó. Az igen. És 33. hely, de jó. És mínusz egy kör. Hát ez... Ez a Mission Impossible lesz. Ha csak nem csak megint egy nagy balesetet és felfogja az egészet. Kamikaze! Az igen. Az gyönyörű volt. Azt is kellene egy nagyobb baleset. A töltünk van még egy. Ki most megy bele az élboly a balesetbe. Azt a rohadt teget. Van egy kör minuszom, ajaj. De nem már! Azért nem jó. Megint kell egy balesetet csinálnom. Nem fogom tudni a kettébe előzni, minusz egy körös hátrányom van.
csináltok? Ott páran kiszálltak. Ott mekkora baleset van, Jézusom! Azt nem hiszem el. Egyszerűen nem tudok így előrébb jutni. Most 13. vagyok, na az jó. És így is van egy kör hátrányom. Vagy 26. aha. A végén örültem. Persze. Ez rohadtul nem jó. Kéne egy balesetet kreálni. Ez hihetetlen. Azért történjen ma ott valami. Látszik, hogy nekem kell közbeavatkoznom. Mindjárt belagolt a hangom. Na jó, ott a baleset, jó van. Ez király volt. Hát azt miért? De miért? Istenem. Esélyem nem lesz megelőzni. Habár így... Hát de van, lesz. Lesz esélyem. Top. Latch your door up top. Looking low.
nem engedek el senkit, az biztos. Ezt a radiót megelőznek. A nyomás rajtam, azt a rohadt teget. Boom. Annyira kicsi a pálya. Hát ez nem lesz meg. Ezt a rohadt nagy baleset, amit most fog csinálni. Azt a rohadt teget! Jó, harmadikra jövök. Akkor a baleset volt egy jó ég. Mondjuk elég agy így a fizikája. Na, a második helyről indulok. Na. Mégis sikerült, gyerekek? Hát szép lesz a karácsonyom. Na, Jeff Gordon van előttem. Na, két sev is. Hat köröm van megelőzni. Vagyek fel a köcsög és kilökjön. Jó, hogy milyen szép előzés volt! Mit csinálsz?! Ezt nem hiszem el. Rohadt anyád Jeff Gordon. Ez szétszapatom az anyád. Na, bocsánat. Ők nagy kamikáze játék lesz itt. Hoppá, hoppá. Uram, mert nem lesz red flag. You got this. Nice work, man. Leader, 6 seconds ahead. Nem, negyedik vagyok, és még van 4 köröm. Nem! Istenem, ezt a nyomorékokat. Mi bök 16-dik? Ezt így hogy? Hát, nem fog menni szerintem. És nagyon remélem, hogy az utolsó körben meg tudom előzni. De ez ilyen... Mission Impossible. Jó, a negyedik vagyok, zsír. Azt hiszem 16-ra indulok. Azért néztem. Nem pittelsz ki, bazd meg. Töltás. Ennyi anyádba. Úgy van Jeff Gordon, jó van. Jaj, az Montel volt. Nem jöttök be elém. Red flag, hát ez zseniális, hogy mi történt? Jézus Mária. Hoppá, bum, még egy ilyen autóba a közönségbe.
Na, utolsó kör. Meg kéne nyerjem. Utolsó előtt inkább. Ugyebben a 37-et még le kell nyomnom. Áj, bazd meg, de basztam. Jó. Nem majd töltást nyerjem. Ide elrontottam, basszus. Most sokba fog kerülni. Mert nem pénzügyének, hanem helyzetügyének. Tölt a Ford Chevy, így a első három. Oké, töltás. Final lap. Lelassítom. Szépen beveszik a kanyart. Lassít. Azt meg a Fordos külsőről. És... Hú, első vagyok! És megnyertem ezt a versenyt! Ez az! Fú! Ez király volt! Így van, hogy mondja a kommentátor, hogy a szar. Fú! Ez király volt. Hú, azért nem élveztétek. Ez nagyon király volt. Na, korrekt. Még a válaszom is jó. Legyen Jimmy Johnson. Majdnem. Ugyebár minden videóban szokott lenni egy kis promó, hogy mi lesz a következő pálya. Azt mondja, hogy most volt Darlington, így Daytona fog következni, egyik kedvenc NASCAR pályám. Annyi lenne megint a kérdésem, igen, hogy éjjel vagy nappal legyen. A kommentbe írjátok le, hogy éjjel vagy nappal. Éjjel-nappal Budapest, haha! Éjjel-nappal Daytona. Annyit szeretnék még mondani, hogy mindenkinek boldog karácsonyt és kellemes ünnepeket, azaz boldog új évet kívánok, de szerintem még új év előtt még lesznek videók, szóval ennyi lett volna ez a kis NASCAR videó, remélem tetszett nektek egy karácsonyra, igazából ez lenne az én kis ajándékom, sziasztok!